A Tószegi úti kórház egyik negyedik emeleti kórterme gyulladt ki március 16-án éjszaka. Csütörtökön este 8:30 magasságában sajnálatos tűzeset fordult elő kórházunk 7-emeletes épületének negyedik emeletén. Szerencsére a hatóságok és a kórházi kollektíva nagyon szoros együttműködése mellett sikerült kiüríteni az épületet. A betegeket sikerült elhelyezni kórházunk egyéb gyógyító osztályain, és ennek köszönhetően személyi sérülés nem történt. A rendőrség és a katasztrófavédelem helyszínelése és tűzvizsgálata jelen pillanatban is zajlik. Ekkor fog kiderülni, hogy mi lehetett a tűz valódi oka. Erről pillanatnyilag még nem tudok felvilágosítást adni. Úgy gondolom, hogy köszönet illeti minden résztvevőt vonatkozásában a teljes kollektívát, hiszen a katasztrófavédelem rendkívül gyorsan eloltotta a tüzet. Az országos mentőszolgálat mentés irányítása mellett a betegeket sikerült a kollektíva bevonásával nagyon sokszor sietve és mégis nagyon körültekintően eljárva átköltöztetni különböző épületeinkbe. Szerencsére volt kellő férőhely kapacitásunk ahhoz, hogy ez megtörténhessen, és ennek eredménye is az, hogy nem történt személyi sérülés. Nagyon szorosan és nagyon hatékonyan sikerült együttműködni a különböző hatóságoknak és a kollektívának, ezért én magam is köszönettel tartozom a sajnálatos esemény kapcsán az együttműködés vonatkozásában. A tűzoltók néhány órán belül eloltották a lángokat, a kórházban senki nem sérült meg. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárás során vizsgálták. A szolnoki rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett közveszély okozása vétség miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen a szolnoki Hetényi Géza kórházban 2023. március 16-án keletkezett tűzeset kapcsán. Az eljárást a rendőrség szakértők bevonásával folytatja. A rendőrség gondatlanságból elkövetett közveszély okozás miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.